mai bemutató gyógyatanyár idén már a sokadik volt a sorban. Néhány mondatban kérnék és összegzést az idei év kísérleteiről. Azt kell mondanom, hogy az ideiben 8. Elég bemutató volt, több mint 1500 fő vett részt ezeken a bemutatókon, úgyhogy én maximálisan meg vagyok elégedve. Az érdeklődési kör egyre nagyobb, egyre szélesebb, gazdálkodók, illetve az intézmények is egyre jobban jönnek ide hozzánk miért gondolta azt a kosszát, hogy itt meg fogja lenni a gyóltanyai kukoricés napra fogló bemutatón? Hát először is örültünk most is a meghívásnak, már sokadik alkalommal vettünk itt részt, sokfajta kísérletünk volt gyulatanyám. Mindig örülünk, amikor meghívnak, mert itt lehetőséget szerzünk arra, hogy itt ebbe a, a régióba be tudjuk bizonyítani a fajtáinkkal, hogy nagyon sikeresek, gyengébb talajon is jól szerepel. A repce bemutató sikerén felbuzdulva, jövő lesz a folytatás együttműködésnek. Lehetőséget kaptunk arra, hogy jövő évben ugyanígy fajta kísérletben szerepeljünk, mint napraforgó, mint kukorica, illetve repce kísérletekben is. Melyek a termelők legjelenzőbb kérdései a kukorica és a napafogó termesztés területén? Igazából az, hogy a saját területükön, tehát mondjuk ebben a Szabolcsi régióba, ezeken a területeken mik azok a fajták, amiket ajánlunk, mik azok a fajták, amelyek bírják a szárazságot. Ebbe az évben kevés csapadék hullott, megvannak rá a fajtáink, amelyeket szoktunk ajánlani, így a következő bemutatóra, ami itt lesz Gyulatanyán, olyan fajtákkal fogunk jönni, amelyek, amelyek hozzák a hozzájuk fűzött reményeket. A Szabó Szabnál megyei termőterületekre milyen fajtákat tudod leginkább ajánlani? Jó a Pinki, az, ami ilyen 410-es ami nagyon jó szerepelt különböző fajta kísérleteimben. Ez Hajdubihar megy, illetve Szabosztat már Vereg a határán volt, és ott a magasabb éréscsoportokat is igazából megverte. Illetve szoktam még a koraibat a Herkuli, az, ami, ami nekem személyes kedvencem. Ön ezzel a fajtával nagyon sok önkísérletbe vettem részt, ahol igazából csak magasabb éréscsoportot használtak, és ott bebizonyította, hogy a klimatikus viszonyoknak nagyon jól ellenállítva minden olyan területen lehet termeszteni, ahol, ahol változékony az időjárás. Hogyan először jelenleg a kukoricai és a napraforgó portfóliótok? A kukoricán belül az egészen koraitól, tehát az ilyen 200-as számútól egészen a, a síló kukoricáig vannak fajtáink. A pedig három fajtánk van. A legtöbb az Clearfieldes, van közte hagyományos, illetve van egy magas olajsavas, a klárika, amit általában minden alkalommal megelmítek, és mindenkinek ajánlok, mert az egyik legjobb fajta napra forgunk. Akkor szóval miért tudja megnyerni a termelők bizalmát? Mi az, amit tud leginkább kínálni a fajta vászékon kívül? A szaktanácsadás, a termelőbarát hozzáállás, az aszpolitika mi leginkább a jellemző? De a KOSZÁD az híres arról, hogy elég innovatív megoldásokkal áll a termesztők, illetve a gazdálkodók rendelkezésére. Mindig próbálunk új technológiát kialakítani, illetve alkalmazkodni az igényekhez. A mai rendezvény, a és napraforgó témakörben volt megtartva. Milyen volt az érdeklődés a termelők részéről az itt bemutatott fajták iránt? egyre jobban arra orientálódik el az érdeklődőknek, a körök hogy melyik bírja a legjobban a szárazságot. Na most itt megint kitűnt, hogy melyik bírja jobban a szárazságot, illetve melyik nem, de sajnos annyit el kell mondani, hogy ez az év ez annyira extrém volt, hogy, hogy tehát, tehát ezt az évet nem kell alapul venni, mert azért ezek a fajták ennél sokkal-sokkal többet tudnak. A növény úgy burgonya, kukorica, napra fogó repcekalászos, tehát, minden, tehát maximálisan meg kell adni, a műtrágyát. Tehát innentől kezdve a műtrágya után ebben a száraságban nagyon-nagyon felértékelődik a lomtrágya. Hangsúlyozom, hogy a lomtrágya. Ezzel nagyon-nagyon sok gazdálkodó, még szkeptikus, tehát kételkedve fogadja, de egyre jobban jelentősége van tudni, a szárosságban a száraz granulátum nem hasznosul. És egyre jobban jönnek ezek a kukoricánál a szingbor, a repcénél a bor, tehát mennyi specifikus fajták, amik lomtrágyával nagyon-nagyon-nagyon hasznosulnak, és egyre jobban e felé tolódik el a, a, termelés. A mai napon is nagyon sok érdeklődő volt jelen az eseményen. Többeken mondták, hogy a társuk, a barátjuk nem tud se mert most a munkadandárját éppen élik meg. Van-e a lehetőség, hogy rendezvényen kívül a gazdálkodó megtekinthesse a beállított kísérleteket? Koine ide bármikor, bárki, bármelyik gazdálkodó bármikor jöhet, nagyon szívesen megmutatjuk, sőt, eredményekkel is tudunk szolgálni. Bármikor jöhetnek, és akkor megnézhetik a kísérleteket. Úgy kukoricába, napraforgóba, burgonyába, a repcébe.